Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőjét, Családőrzők című műsorunkat látják. Most is vannak vendégeink, természetesen, hiszen ettől izgalmas a műsor. Sok szeretettel köszöntöm Fekete Cseri Zsuzsannát, a Kerekvilágház Alapítvány szakmai vezetőjét, egészségfejlesztőt, mozgásterapeutát. Szervusz Csilla, szervusztok! Pap Csilla mediátort. Sziasztok, szeretettel köszöntök mindenkit. És itt van velünk most is Fekete Cseri Szilárd, a Kerekvilágház Alapítvány vezetője, mozgásterapeuta, egészségfejlesztő. Sziasztok, szeretettel köszöntök mindenkit. Aki most már harmadik műsorban képviseli a férfiakat ebben a beszélgetésben, de kell is ez, hogy mi nők, azért ne nagyon a mi oldalunkra nézzünk minden témát, bár amiről most fogunk beszélni, majd hogy nem egyforma. Hiszen a közösen töltött idő, a kirándulás, a gyerekekkel való közös játék, vagy akár az egymással való közös játék, mert felnőttek lassan kezdünk elfelejteni játszani, pedig biztos, hogy annak is megvan az értéke. Tessék, itt a szakma. Miért jó, ha egy felnőtt tud játszani, és játszik még egy felnőtt? Az örömös tevékenységek az egészséges életnek az alapjai. Egyetértek. Nem tudsz mit csinálni. Tehát ne felejtsünk el. A legnagyobb vétek lenne szerintem elfelejteni játszani. Ezt tartja pezsgésben. Nem is tudom. Megtartja a gyermek is, tehát a gyermek lelkűséget, azt a fajta mindenben benne vagyok, az a fajta gyermeki optimizmus, tisztaság, derű, humor, ami ugye a gyerekekben van meg, tehát ezt fenn kell, hogy maradjon bennünk. Hát meg a csoda. A csodavárás és a csoda, igen. Így aztán mi felnőttek, jó, ha játszunk, de jó, ha együtt van a család, együtt játszik a család. Egyébként most ebben az időszakban nagyon sok olyan fotót látunk, ahol a természetben van a család. Ez egy jó dolog, hát hova mennének máshova, erre van most lehetőség erdőt járni, és lehetőleg ott is olyat, ahol nincs túl nagy tömeg. Nem tudom, találkoztatok-e, én elég sok ilyen fotót láttam mostanság, ahol együtt megy a család, tapossa az ösvényt, és látszik, hogy jó a hangulat, a gyerekek itt-ott elszaladgálnak. Ez működik egyébként még, amíg a gyerekek kicsik. Sőt, olyan család is van, ahol nem tudom, ott azért elgondolkoztam, hogy ez mennyire jó, hogy a baba hordozóba az akár fél éves gyerekkel már mennek túrázni a szülők. Jó ez? Egészséges ez? Hogy ennyi lenne? Ideig ott legyen az a gyerkőc, függőlegesen? Hát hol legyen? Persze. Családjával, anyukájával, apukájával, aki jobban bírja meg, aki éppen fizikálisan ezt meg tudja tenni. Anyák, ugye a baba hordozós anyukák, ők hozzáedződnek ahhoz, hogy a hátuk elő volt, most hátul van a batyú, de hordják és hozzák, viszik, és nagyon gyakran látom, hogy ha mennek nagyobb túrára, akkor még másfél-két éves gyereket is hurciba viszik, és bizony-bizony viszik magukkal, és még véletlenül sem marad ki semmiből. Nincs az a semmi baj, hogyha ennyi ideig van hordozóban ez a gyerek, különösen, hogyha már ő ennyi idős gyerek. Hogyha belegondolok abba, hogy most hála a jó Istennek, ugye előnyei a Covidnak, beszéltünk erről, hogy mennyi mindent hozott ez most ki. Ez is egy ilyen előny, hogy végre kimozdulunk a természetbe, mert hogy nem lehet menni moziba, nem lehet menni színházba, nem lehet menni koncertre, és millió helyre nem lehet menni, na de az erdőbe, hát oda lehet menni, hála az égnek, maradjon is így. És sokkal-sokkal többet mennek az emberek természetközeli állapotba, ahol a gyerekeknek nem kell programot csinálni. Én még olyan gyerekkel, hiddel nem találkoztam, akit ha kivisznek a természetbe, és ott ne találná föl magát, ha nem függő és nem addiktív a gyerek, akkor az feltalálja magát. Mennyire szabad aggódni ilyenkor? Miért? Van, aki túlagódja és fogja a gyerek kezét a túra alatt végig, van, aki pedig szabadon engedi a gyereket, és hagy szaladjon. Nekem az a 4 gyerekes anyuka jutott most eszembe, aki úgy engedi el táborba a gyerekét, hogy pöcsétes papír csinál a táborvezetésnek, hogy az ő gyereke bármikor, bármilyen körülmények között, bármilyen napszakban, bármilyen időjárási viszonyok között mászhat fára. Mert az a gyerek az olyan, mint a hegyi zergétől származna, mindenhova föl kell másznia, és ő attól érzi jól magát. Hát miért nem mehetne? Én azt gondolom, hogy az, amiről Szilárd beszélt, hogy ha megvéded mindentől, akkor hogyan tapasztalja meg, hogyan alakítsa ki azt, hogy ő neki legyen egy egészséges védelme. Hát menjen ki az erdőbe, tapasztalja meg, másszon föl rá, essen, ehet, tagonyázzon benne, csúszdázzon, bújjon át alatta. Hát most ha belegondolsz abba, hogy egy nagy vihar után kimenni egy erdőbe a gyerekekkel, amikor egy csomó száraz fa kidőlt, és azokon átvergődni, hogy micsoda kaland tud az lenni. Hát hogy imádják?
Hát szerintem abszolút. Az egyik legemlékezetesebb túrán volt, amikor szilveszterkor a Cuha völgyében sétáltunk, és hát a 7 éves Danikának muszáj volt átmenni a farönkön a patak fölött, és nyilvánvalóan beleesett. Pedig nagyszülőként még nehezebb. Megoldottuk, tehát nem halt bele senki, nem lett sérülése senkinek. A kisrác még meg se fázott, pedig nagyon sokat kellett még utána vele gyalogolni vizes ruhában. Tehát ez... Szilveszterkor. Azért tudnotok el, hogy ugye több rétegből voltunk költözve, tehát hogy az történt, hogy mire az egyik kihalászta a gyereket, a másik már majdnem mesztelen volt, mert vetette le az alsógatyáját, hogy ráhúzzuk a gyerekre, mert a gyerek hát nem volt száraz. A cipővel voltunk meglőve, és akkor ugye... Igen. Pár kilométeren rajtam utazott a srác. Hátadon vitted. És igen, ami éppen szabad volt, és nem fáradt el. Igen. Ezekből lesznek az igazán úra jó gyerekkorom volt emlékek. Tehát amikor úgy necces volt a helyzet, amikor már ez megmarad, és ha jól tudok rá visszatekinteni, és ez engem erőssé tesz, akkor ez egy nagyon jó muníció ahhoz, hogy én jól éljem az életemet. Tehát azt már tisztáztuk, hogy egész pici korától a gyereket hozzá lehet szoktatni ilyen kirándulásokhoz, sétákhoz, akár erdőben, akár később, ha már minden rendben lesz a városokban, vagy bárhol együtt a család sétál. Meddig megy ez egy gyerkőccel? Tehát meddig jön szívesen egy gyerek a szüleivel bárhova is? Hát ez a leválási korszakoknak a tükrében fog ugye megváltozni. Az óvodáskori leválásnál még annyira nem probléma, de ott már azért előfordul, hogy nem velünk jön, hanem hogyha két-három család megy együtt, akkor ő a gyerekekkel bandázik. Az hol érdekel, hogy hol van az anyja meg az apja, bandázik a többiekkel. Pláne, ha még egy kutyát is visznek, hogy valami hasonló van, akkor kész, ott a gyereket elvesztette, csak néha néz utána, meg lepkehálóval gyűjtsd be, hogy a zsebkendője az biztos nála legyen, meg szomjas, akkor itasd meg, vagy ennyi. Nincs vele teendő egyébként, és ő éri a boldog gyerekkorát, és felfedezi, és mindenhova fel akar mászni, és mindent ki akar próbálni, és végre él. És a szabadságot éli meg ezáltal, hogy kiszabadultam. Tehát az van az összes gyerek, de még felnőtt arcára is írva ilyen túrákon. Én tegnap voltam, én ennyi boldog arcú gyereket már nagyon rég láttam, de anyukák, apukák is boldogok voltak. Annak dacára, hogy mi a helyzet. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, és ott is megfigyeltem, ugye nem tudtam kibújni a bőrömből, hogy megfigyelő és analitikusként figyeltem, hogy hogy viselkednek, hogy reagálnak a gyerekek és a szülők, és mondom, ennyi felszabadult, boldog, és a szabadság vágyát megélő gyereket már nagyon rég láttam. Ha már kamaszodik a gyermek, akkor azért előfordulhat, hogy inkább a haverokkal menne túrázni, kirándulni, mint a szülőkkel. Baj ez? Hát miért lenne baj? Hát ez a leválási folyamat. Az egy teljesen része. Természetes része a dolognak. Én emlékszem, hogy valamelyik gyerekem azt talált, aki ilyen március, valamikor így a tavaszi szünetben volt talán két napjuk, hogy akkor ők elmennek két napra hátizsákkal a vértesbe. Mondom, oké, és hol fogtok aludni? Hát majd valami magas lesen. Mondom, az kemény gyerekem. Vittek magukkal, te a főzőt, nem tudom, mit mondom én, felkészültek. Aggódtam érte, de hogy aggódtam, mondjuk vártam haza, meg addigra volt jó sok meleg kaja, meg nem tudom én, mert hát azért na, ugye, hazajön két nap után biztos, hogy a vasszöget is megeszi egy kamasz gyerek. Tehát, hogy azért így készültük, de különösképpen én hagytam, de neki ez olyan tapasztalás és olyan élmény, és a mai napig meséli, hogy ó, mi azt hittük, hogy ott majd nem fúj a szél, aha, de alulról, na szóval, hogy tapasztalás és élmény. És legközelebb azt beépíti, és amikor következő alkalommal mentek valami, mindig találnak valami őrületet, akkor ennek a tudásoknak a birtokában csinálják. Én ezt azt gondolom, hogy ez teljesen természetes, hogyha ha próbálgatják a határaikat, keresik, hogy na, hogy van ez. És hidd el, amit tiltottál neki, ott ki fogja próbálni. Hát hol próbálja ki? Hát akkor, amikor nem látod, akkor fogja kipróbálni. Aztán majd beszámol róla, ha jó a kapcsolatod a gyerekeddel, ha nem, hát akkor meg elkötáztál valamit. Igen. Szerintem is itt van egy nagy lehetőség, hogyha van egy titka ennek a kommunikáció, hogyha tudja úgy a gyerek elmondani a dolgait, hogy azért nem kap ítéletet, fejmosást, és nem kap jó tanácsot úgy, hogy nem kérte, akkor meri elmondani. És hogyha ez így van, akkor kamaszkorában sem lesz ég és föld, és hagyjatok engem békén dolog, hanem akár a közös programok ugyanúgy mehetnek élvezettel is, örömmel teli.
meg a saját programjaik nyilván. Tehát ugye ez nem feltétlenül kell azt jelenteni, hogy akkor ő most már sosem jön el velünk túrázni, vagy nem fogunk dárcozni együtt, vagy kártyázni, vagy bármi más csinálni. Benne van a lehetőség, ha ezt fel tudjuk építeni. Én azt látom, hogyha felnőtt lesz már az a gyermek, akkor újra visszatér és megy újra a hagyományokhoz, mert hogy ezek a kirándulások is lehetnek hagyományok, mint a játékok. Viszont a játékoknál azért a kisebb gyerekeknél biztos, hogy érdemes valamiféle rendszert bevezetni, mert apuka, anyuka nem biztos, hogy mindig alkalmas arra, hogy most ő játszom. Tehát jó ez, hogyha van egy hagyomány, hogy na most ez itt a játék ideje? Van, akinél ez kell, van, akinél nem kell. Hogyha nálunk van az unokasereglet, akkor nem kell. Főleg, ha jó időn is kimehetnek. Hú, semmit nem kell kontrollálni, nem kell leülni mellé, és tökéletesen el van minden rendezve. Viszont amikor együtt játszanak. Hát igen, van az a helyzet, viszont amikor már annyira sok és szoros a program, nyilván ott akkor behatároljuk. De én azt gondolom, hogy nem kell beleszólnunk a gyerekeknek a játékaiba. Tehát, hogyha van bennünk igény, hogy együtt játszunk, nyilván, de az megint csak a mi igényünk. A gyerekek önmagukban, meg önmagukkal, tehát a saját korosztályukkal kell, hogy el tudjanak játszani. És ha mi ebbe beleszólunk, akkor mindig tekerünk egy picit a dolgon, és már nem az történik, ami spontán történhetne. Van olyan gyerek, akinek nagyon szüksége van arra, hogy legyen körülötte felnőtt, és együtt játszanak. Nyilván a játék az a tevékenység, amin keresztül kapcsolódhatunk a gyerekekhez. Tehát ezért szól ez rólunk is, de az, hogy a gyerek játszik egyedül önállóan, az a legtermészetesebb. Hogyha több gyerek van a családban, akkor gondot okozhat esetleg kiválasztani azt a játékot, ami minden korosztálynak, minden nemű gyereknek jó, pedig ki kell, mert jó az, hogyha egy nagyobb család tényleg együtt tud mondjuk társas játékozni. Hát, vagy aktivitézni mennyire jó, hát ez mennyire mókás. Persze. Tehát az is annyira felszabadító, ugye eldöntjük, hogy most rajzolunk, mutogatunk, énekelünk, táncolunk, verselünk, úgy mutatjuk be ugye azt, amit ki kell találni. Tehát, hogy ez is szerintem a családok kreativitására, meg belső igényére is bízható. És így van, hogy nagyon sok gyerek igényli azt, hogy mondjuk mutassunk mintát, mert ugye a gyerek másol. Tehát a játékon keresztül nagyon sok mintát is tudunk elmutatni a játékkultúránkról, hogy mondjuk anya vagy apa hogy tud veszíteni. Mert ugye vannak gyerekek, akik egy társasban kinevet a végén klasszikus, ugye nem bírja elfogadni, hogy ő veszített, és addig kell ismételni, még nem nyer, ismertek gondolom ti is én gyerekeket. És, talán, ugye? És hogy ugye itt én mondjuk, ha én veszítek, akkor én ezt hogy oldom meg, ugye ezzel is valamiféle mintát mutatok a gyerekemnek, hogy hát ezt is el lehet fogadni, és hogy ez nem kudarc, hanem egy visszajelzés, ez egy játék. Nekem most az jutott eszembe, hogy ezek a spontán kialakuló játékok mekkora bulik tudnak lenni. Igen. Tehát reggel felébred a gyerek, valamilyen módon jön, megy, mászkál, ha már a felnőttek felébredtek, akkor próbál, bemászik az ágyba, hancúr van, párnadobálás van, mindent, nincs olyan, amikor nem a játékról szól az élet. Az a baj, hogyha túl komolyan veszünk egy csomó dolgot. Tehát a gyereknek az is játék, hogyha süteményt sütünk, és ő is kavarhatja. Hát micsoda boldogság, mekkora öröm. A gyereknek az is játék, hogyha, amikor még nagyon pici, pucolom az almát, és szedegeti az almahéjat, és nézegeti, és akkor csipteti a kis ujját, meg fejlődik, meg mit tudom. Tehát millió dolog van, ami neki játék, hogyha én ezt hagyom, és én ezt úgy teszem, hogy őt nem akarom megvédeni mindent, hogy jaj, koszos leszel, jaj, ne fog meg, jaj. Mert akkor a gyerek a jaj-jaj-jajba fog bele tanulni, és úgy fogja élni az életét. Viszont ha én megengedem neki, hogy ő menjen bele ezekbe a helyzetekbe, és nézze meg, és adok neki iránymutatást, és szabok kereteket, akkor ő ott biztonságosan kitalálhatja magát. Azt meg kell tanulni, ha kimész a homokozóba, fiam, akkor nyugodtan homokozzá. Vizet lehet bele, amennyig van. Sarat dagasztani. Oké. Ma még kérek szépen inni. Most kiviszem neki a vizet, mert ne hordja végig az egész ház. Na. De egyébként, hát ezeket a szabályokat megtanulja, aztán övé a világ. Hát én tudom, mikor másfél kiló homokot lehetett még a haja tövéről is mindenhonnan kiszedni, azt mennyire boldog volt, azt miket épített ott meg. Tehát órákig el vannak, és van köztük 3-4 év korkülönbség, az se probléma.
Mert a pici ezt csinálja, a nagy azt csinálja. Tehát ők megoldják. De hogyha arról van szó, hogy beszorultunk, tehát nem lehet mindig kint, gondoljunk azokra, akik mondjuk panellakásban laknak, vagy több időt kell bent tölteni, beteg a gyerek például, és akkor is kell vele játszani és lekötni, hogy akkor milyen játékokat játszunk. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ezt a kultúrát, ezt belecsempészszük a mindennapunkba, meg azt is, hogy annak hol van a helye. De játékosság az bármiből előadhatja magát, és akkor nem fogunk külön időt szánni arra, hogy játszunk, hanem átszövi a játékosság, a huncutkodás az egész napunkat, és már is ott a derű, és ott a vidámság, és ott a boldogság, és mindenki jól érezheti magát. Ha már említetted a homokot, akkor beszéljünk egy kicsit a kinti játékokról. Milyen játékokat javasoltok ki ti a gyerekek mellé? Ugye a kinti játékról van szó, akár játszótérről beszélünk, akár a nagymama kertje, akár a saját kert jó esetben, hinta, ugráló, trambulin. Ezek amitől rettenetesen tudunk aggódni egyébként, mi nagymamák, de azért az jó. Hogyne. Nagyon nagy hatása van az idegrendszerre a trambulinnak, és igen, nagyon jó hatása. Tehát ne gondoljuk, hogy csak azért jó, mert a gyerek el van, hosszú ideig el van, hanem ennek még mint mozgásterapeuták van hatása? Így van. Nagyon komoly hatása van a gyerekeknél, azért szerencsés az, hogy egy héten kétszer csinálunk terápiás foglalkozást, mert a 768 órájában nem velünk van, de a gyerek öngyógyító módon kezdi el használni az ott megszerzett tudást. Tehát ő folyamatosan használni akarja a testét, ahogy mondta is Szilárd, amit használ, az épül, ügyesedik, próbál csúszni, kúszni, kitalálni, fölmászni, leugrani, nem tudom, millió dolgot. Tehát határtalan a kreativitásuk. Nekünk csak hagyni kell megnézni rá, hogy hát ha muszáj, akkor kapjuk el, hogyha úgy esik le. De nagyon fontos, hogy megtanulják ők azt, hogy hol vannak a saját határaik. Tehát igen, vigye a kis sámlit, másszon föl rá. Le lehet esni róla? Le lehet esni. Be tudod ütni magad? Be tudod. Fájni fog. Legközelebb jobban figyelsz, hova teszed meg, hova lépsz, és nem a szélére. Tehát, hogy szólsz neki, meg figyelmezteted. De akkor is viszed a kis semmit. Tehát az nem áll meg, az a projekt. De ő megy és csinálja. Ugyanez a hinta. Ugye kiugrik a menet közben a hintába, és elesik. Hát bizony elesik. Hát én is estem el, emlékszem rá, azt mégis milyen szép nagyra megnőttem. Tehát, hogy így azt gondolom, hogy ettől nem kell félni, meg nem kell aggódni. A nagymamáknak egyébként van egy fura félelmük, hogy ne nálam legyen a baj. Ez, hogy úristen, mert hogy akkor az anyja azt fogja mondani, rám biztos, nem tudtam rá vigyázni. Igen. Na, hát igen, én azt gondolom, hogy ez megint kommunikáció kérdése, meg a család egészségnek a kérdése, és a mentális kérdés, meg a lelkületnek a kérdése. Lehet erről nagyon sokat beszélgetni, meg kell is beszélgetni, de az is igaz, hogy nálunk meg lehet csinálni azt, amit otthon nem. És most nagyon szélsőséges példát mondok, óriási nagy várat építettünk, és már az asztalon állva rakták fel a tetejét, és föl lehetett állni az asztalra. Igen, mamánál ezt is lehet. Pont nem voltam ott. Mennyire jó. Egyébként, bocsú, homokozós példáról jutott eszembe, soha nem felejtem el, a kisebbik lányommal mentünk homokozni, jött egy anyuka két gyermekkel, egy kisfiú, egy kislány, 3-5 évesek, és hát bementek a homokozóba. Az nem volt gond, hogy a lábuk homokos lett, de amikor a kezük homokos lett, akkor visítva, sírva rohantak, hogy Úristen, homokos lett a kezem. És én néztem magam, hogy mi ezzel a probléma. Hát homokozóban homokozunk, hát nyilván homokos lesz a kezünk, és anyuka vitte haza őket, és mosdatta, mert homokos lett a gyerek keze. Tehát ezen a példán keresztül igazából azt akartam bemutatni, ha én nem tudok játszani, ha én nem tudok lazulni, ha én nem tudok homokozni, társasozni, ugrálni, várat építeni, akkor a gyerekem se fog, hiszen ő már ott szorongott a homokos kéztől, tehát már az egy probléma volt, hogy ő homokos lett. Tehát, hogy így akkor a gyerektől hogy várjam el, hogy ő megszeresse, hogy ott formázzon, vagy hogy akár hintázzon, vagy önálló játékot kezdeményezzen, mert ugye nem tanítom, meg nincs rá mintája. Nem is azt, hogy nem tanítom, hogy nem engedem meg neki. Tehát ez pár hónapos korban kezdődik, amikor a gyerek elkezd eszközökkel játszani. Tehát van előtte valami kis színes, akár micsoda, akkor ő azért kepesztet, azzal csinál valamit. És hogyha én folyamatosan ott vagyok 0-24-ben neki, amikor ébren van, minden percében megéli a gyerek, hogy állandóan itt van mellettem valaki nagy erős felnőtt, akkor ő csak akkor fogja magát biztonságban érezni, hogyha ez így van. Tehát meg kell hagyni a gyereknek azt az időt, amikor ő megtanul egyedül lenni. Ugye Vekeri tanár úrtól tudjuk, az áldott unalom
micsoda óriási kreativitást fog adni a gyereknek, és mennyire nagyon fontos lesz ez az ő életében. Igen, nekünk nem kell megmenteni a gyereket attól, mert unatkozik. És még egy dolog, ha már itt van, nagyon gyakran mondják a gyerekek, ó, ez olyan uncsin, ez nem, ez unalmas. Na most ezt arra szokták általában mondani, hogy unalmas, ami nekik nehéz, ami nekik kihívás, és nem igazán motiváltak ebbe a helyzetbe. Tehát arra azt fogja mondani, hogy uncsi, és utálom, és nem tudom én, nem kell felülni ennek, el kell kezdeni motiválni valahogy máshogy, és akkor szépen átlép ezen a helyzeten, és akkor is tovább lép. De a játékban, ha a gyerek veszít, akkor lesz uncsi megint, és akkor ez nem jól látik, meg nem tudom én. Tehát, hogy ezt nekünk kell megtanítani a gyereknek, hogy mi történik ilyen vagy olyan vagy amolyan helyzetben. Hát én is estem már akkor át biciklivel, mint az ólajtó, és hogy röhögött rajtam mindenki. Tehát, hogy ez így... Visszaemlékszem, nagymamával sokat kártyáztunk, és hogy nem, mindig én győztem. Ó, te kártyás. És volt, aki ezért rászólt, hogy nem tesz az jót a gyereknek, hogy mindig ő nyer. Hogy hagyott. Csilla, jót tett? Hát nem tudom, itt vagyunk, tény és való, de azt mondják, hogy már nyilván hagyta, hát mindannyian tudjuk, hogy miért, tehát ő direkt úgy csinált mindent, hogy én győzzek folyton, hogy meg kell tanulni veszíteni. Oké, miért is lettél élsportoló? Mert mindig győzni kell? Igen. Szóval, na, volt hatása nagymamának? Tehát nem baj, hogyha hagyjuk a gyereket mindig nyerni. Nem feltétlenül jó, mert meg kell tanulni a kudarcot kezelni. Tehát azért te sem tudtál minden versenyt megnyerni. Én sem. És nem is lehet minden versenyt megnyerni. Hogy érzed most ezt? Hogyha visszagondolsz, akkor nem mit eszed, hogy átvertek? Nem, én imádtam a nagymamát, ezért egy idő után rájöttem, és akkor meg még jobban szerettem ezért, hogy ő ezt is. Mert hogy annyira szeret, hogy ezt neked igen, adja. Igen, uh-huh. Én őt nagyon volt kudarc máshol, ahol megtanultam, tehát az, hogy nálunk ez már olyan hagyomány volt, és nem lehetett megúrni, és nem biztos mindenkire másként hagy. Nekem is volt egy ilyen sztori, de csak egy, hogy úgy kevertem ki a kártyalapokat, amíg a nagypapám kiment vécére, hogy az első leosztásban én mindent vittem, és akkor na hát, hogy került ez így ide? És akkor ezt 200-300 lejátszottam, és sose szólt érte. Sose szólt. De biztos tudta. Hogyne. Abszolút. Egyértelmű. Ja, 52 lapból pont. Igen. Nagyon kevés időnk egyébként maradt. Igen. Nekem most például azt jutott eszembe, hogy mi rengeteget játszunk, most felnőttként is, kártyát, egyebeket, és volt egy ilyen, hogy felnőtt kártyázás, asztal, nem tudom, egy új játék, új valaki, aki ezt nem ismerte, és kudarc, már megint, megsajnáltuk, összenéztünk, és amíg ő elment vizet inni, addig gyorsan, és sikere volt. És boldog. És hogy mi milyen boldogok voltunk, sosem mondtuk el nekik, remélyük, és nem is fogjuk. Látja, nem de az öröm, hogy mi örömet adhattunk. Tehát én nagyon megértem a nagymamádat, mert én nekem ez a mai napig egy ilyen kedves. Igen, van ilyen, hogy beakad, nem sikerül, és akkor egy kicsit segítünk. Igen, és utána aztán lelkesebb lett, és aztán meg is tanultam a játékot. Hát ő most felnőtt nyilván, de nekem a szégyen jöttem, hogy nem már. Igen, gyerekkorodban, amikor a papával ezt csináltad? Igen, tehát hogy nem szólt ő egy szót se, de így magamra néztem, és azt mondta, hogy Mégse kellett volna, ugye? Nem kell ez. Érdekes lehet a felnőttek játéka, most nekem az jutott eszembe, hogy elég gyakran játszom a telefonommal, hogyha olyan van, és ha van egy olyan játék, amiben folyton veszítek, magam is úgy vagyok, hogy jó, egy darabig ideges leszek tőle, hogy nem igaz, hogy nem gyűröm le azt a lökött manót, és aztán azt mondom, hogy na jó, van, ezzel többet nem játszunk. Ez úgy lehet, hogy nem nőttem fel, igen, ez ott maradtam. Ja. És arra még nem is beszéltünk, hogy milyen, amikor a gyerekek végre lefeküdtek már a homokozóba, és a hintán, és az ugráló valamiben, trambuliban nagyon elfáradtak, és lefeküdtek, és akkor előkerülnek az összerakós játékok, és a szülők bele melegedve, ez is lehet majd egy érdekes téma. Én nagyon szépen köszönöm nektek ezt a beszélgetést, jó játékot mára. Köszönjük neked is. Köszönöm, hogy itt voltatok, Pap Csilla, illetve a Fekete Cseri család, Zsuzsanna és Szilárd. És nagyon szépen köszönöm a Fehérvár Televízió nézőinek, hogy velünk voltak. Viszontlátásra!